Rendvédelmi bemutatót is tartottak a Dunaferi iskola diákjai az intézmény nyílt napján. A rendezvényen csaknem 150 diák vett részt. Az érdeklődőknek megmutatták a tanintézet épületét, az elméleti és gyakorlati oktatótermeket, valamint részletesen ismertették az iskola képzési területeit. Ez egyedülálló és különleges itt az iskolában, illetve a város környékén is, hiszen csak nekünk vannak ilyen gépeink. A nyílt napon bemutatták az intézmény informatikai termét, amely egyedülálló a térségben. A diákok élvezték az előadást. Ha jól érzem, sok az érdekesség, tetszik, ide szeretnék tanulni. Zemankó Zoltán az intézmény oktatási igazgató helyettese kiemelte. Ezzel a rendezvénnyel szeretnék segíteni a diákok és a szülők helyzetét, hiszen a tanulóknak 14 évesen kell egy életre szóló döntést meghozniuk. Rengeteg szülő és gondviselője elkíséri a csemetéjét. 14 évesen nem lehet jó döntést hozni, nagyon nehéz jó döntést hozni. És olyan döntés előtt állnak ma ezek a tanulók, ezek a diákok, ami hát a saját példámra visszagondolva lehet, hogy életen át meghatározza az ő munkásságokat és az ő életüket. Úgyhogy 14 évesen kell hozni a döntést, és örülök, hogy ebben a szülők segítenek, és itt vannak, bátran kérdeznek, bátran érdeklődnek. A Dunaferi iskola november 25-én is nyílt napot tart, reggel 8 és dél között. Az iskola emellett bemutatkozik a munkaügyi központ pályaválasztási kiállításán 2015. november 10-én a Dunaújvárosi Főiskolán.